A 20 éves, négyszeres nemzetközi versenygyőztes, illetve kétszeres Artisjus díjas Korpusz Harsonak Kvartett nevében szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Az eredetileg élőre tervezett szerzői estet a vírushelyzet miatt sajnos csak a képernyők előtt élvezhetik. Az együttes ma esti műsorát az elmúlt 20 évben a számukra komponált magyar zeneszerzők műveiből állította össze. Mindig is elkötelezett hívei voltak a kortárs zene népszerűsítésének, illetve új magyar művek születésének, amit az általuk évről évre megrendezett Korpusz Harsona verseny is bizonyít. Ezen koncert az első abból a koncert sorozatból, mellyel a kvartett a 20 éves fennállását ünnepli. A fő jubiláló koncert, melyet már mindenképp élőben szeretnének megtartani, ősszel várható a Budapest Music Centerben, melyen sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. A kvartett fő támogatója az angliai Michael Rath Harsona Manufaktúra. A most hallható koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jöhetett létre. Jó szórakozást kívánok mindannyiuknak! Fogadják szeretettel a Korpusz Harsona Kvartett művészeit Sütő András, Pálinkás Péter, Gáspár Olivér és Hegyi Gábor. Kocsár Miklós, ünnepi fanfár. A Kossuth, Bartók Pásztori és Erkel díjas művész a fanfárt az MMA új centrumának beiktatására írta. A kvartett előszeretettel nyitja meg koncertjeit ezzel a művel, ezzel is tisztelegve a mester előtt. Zombola Péter, kvartett négy harsonára. Junior Prima, valamint Erkel díjas zeneszerző ezen darabját szintén a Korpusz kvartett felkérésére írta. A mű szívdobogásszerű osztinátó ritmuson alapszik, melyet a basszus harsona szólója szakít meg, majd ezt a szólót veszi át az első harsona. Nagyon mély, zaklatottságot magában hordozó mű. Thank you.
Sugár Miklós, Musica a Quattro. Erkel és Bartók Pásztori díjas, valamint 14-szeres Artisjus díjas zeneszerző darabját a Corpus Quartet Japánban mutatta be 2009 nyarán, melyet a szerző nekik komponált. A Musica a Quattro 5 karaktertétele komoly megmérettetés a harsonásoknak. A nyitó tétel fanfár szordinókkal, a második tétel staccato nyolcadokból szövődik irányított aleatóriával, a dallam uralja a harmadik tételt, a negyedik tétel pregnánsan ritmikus, felépülő lebomló osztinátó, a finálé pedig kánon rondó formában. Thank you.
Szigeti István, Korpodi Bakkó. Kocsár Miklós növendéke volt, Erkel és Lajta díj birtokosa. A mű gerincét egy fúga alkotja, melynek repetitív ritmus képletei és különleges dallamvilágú témája van. Oktáv párhuzamban mozgó szólamai barokk és reneszánsz gyökereket idéznek. Thank you.
Fekete Gyula, Karácsonyi kvartett. Az Erkel, Artisius és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének vezetője, rektor helyettes, így ír saját darabjáról. A Karácsonyi kvartettet 2004-ben dedikáltam a Corpus kvartettnek. Ez egy négy tételes mű, melyet Goff Richards Harsona kvartettre komponált műve ihletett. A cím ötletét a második tétel dallama adta, mely a Fel nagy örömre című magyar karácsonyi dal. Thank you.
Szentpáli Roland, From Within. A magyar és a bolgár ritmusokat keresztező műben a szerző minden lehetőséget kiaknáz, amit négy harsona interpretálni tud. A kvartett személyes, baráti viszonyt ápol Rolanddal, aki minden rezes hangszer ismerője. Háromszoros Artisjus díjas és hatszoros nemzetközi versenygyőztes tuba művész és zeneszerző, a Zeneakadémia tanára. A két zenei motívumot felvonultató mű eredetileg a Slokár Trombon Kvartettnek íródott, de végül a Korpusz Kvartett mutatta be, majd pedig tűzte állandó műsorára. Thank you.
Thank you.
Dubrovai László, ördögűző. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth, Bartók pásztori, Artisztius és Erkel díjas zeneszerző, érdemes művész gondolatai a darabról. Miután több alkalommal hallottam a kvártettet, ismertem a zenészek kitűnő képességeit, technikai tudásukat és zeneiségüket, előálltam az ötlettel, hogy egy olyan virtuóz darabot írok nekik, mely semmilyen másik harsona műhöz nem hasonlítható. A darabban egyszerre megmutatják a hangszerek és az előadóik eddig ki nem bontakoztatott lehetőségeit. Az ördögűző két részből áll. A lassú rész ABA formában íródott, a presto második rész pedig rondó forma. A kompozíció nagyon sok effektet, különleges technikai megvalósításokat tartalmaz, ezzel egy új szintre emelve a harsona kvártett fogalmát.
Wolf Péter, Happy. Erkel és Lisz-díjas zeneszerző, jazz-zongorista. Többek közt a Dublini Eurovíziós Fesztivál meghívott karmestere, valamint a Vuk című rajzfilm zeneszerzője. A kvártetnek írt műve egy könnyebb, populárisabb hangvételű darab, amit jazzes motívumok is jellemeznek.